Sziasztok! Barát Bálint vagyok. Ez itt a Max for Life használatát bemutató sorozat 6. epizódja. Ma a szekvenszerekről lesz szó, egész pontosan egy szekvenszerről, egy őskövületről. Lássuk is! A Max-et fejlesztő cég a Cycling 74 híres Max for Life Big 3 csomagjának egy darabja a ma bemutatásra kerülő step szekvenszer. A csomag három eszköz tartalmaz, mindhárom kiváló, de ma ezzel fogunk foglalkozni. A csomag egyébként letölthető az Ableton oldaláról. Ez a szekvenszer jó példája Max for Life flexibilitásának. Ez az eszköz képes 4, egyenként 16 lépéses szekvencia egyidejű lejátszására. Kinézett régen csak hasonlít a MIDI klippekre. Ez a felső csúszka mutatja az adott szekvencia hosszúságát, ez állítható. Az itt felette található gombokkal állíthatjuk a szerkesztési módokat, a hangmagasságokat, a velocity értékeket, a hanghosszúságokat, illetve a hang lejátszásához kötött valószínűségi értéket. A View All módban egyszerre láthatjuk mindezeket. A balra található nyilacskákkal lefelé vagy felfelé transponálhatjuk a szekvenciát, illetve jobbra, balra csúsztathatjuk az időben. Az R gomb randomizálja az értékeket. Jobbra a Sequence Setup fül alatt 5 féle visszajátszási lehetőség közül választhatunk. Előre, vissza, előre-vissza, illetve rotálva és véletlenszerűen kiválasztva. Az itt található gombokkal aktiváljuk a szekvenciákat, illetve itt tudjuk kiválasztani, hogy melyiket akarjuk szerkeszteni. A MIDI Handling fül alatt valós időben tudjuk változtatni a hangmagasságot és az időzítést, illetve kiválasztani, hogy melyik szekvencer legyen aktív. A Swing egy 8-hoz, 16-hoz, illetve egy 32-hez igazodó bizonytalanságot hoz létre, emiatt teszi élőbbé a szekvenciát. Százalékosan adhatjuk hozzá. Ha belekukkantunk, már is szembe ötlik az az objektum, amely köré az egész szerveződik, ez pedig a Live Step. Ez az objekt rengeteg móddal és tulajdonsággal van ellátva, kezdve az előbb említett beállítási lehetőségekkel. Itt látható, hogy ezeket a beállításokat üzenetek formájában kapja, ugye a Max-ben fontos alapkoncepció az üzenetboxok által közvetített parancs. Aztán folytatva a szerkesztési lehetőségekkel, a szekvenciák módosításaival, vagy az algoritmikus irányítási lehetőségekkel. A reference menüben látható az a sok üzenet, amelyel irányítani lehet, illetve a sok attribútum, melyel ugyancsak kedvükre szabhatjuk meg annyi tulajdonságát. Láthatjuk, hogy nincs audio bemenetünk, se kimenetünk, mert ez egy tisztán MIDI eszköz, ezért nincs is rá szükség. A Note Out objekttel kommunikál a Live-val. Erre a kommunikációra általában két objektet szoktak használni, ez az egyik, a másik a Make Note. A Make Note azért fontos, mert elvégzi a Note On és a Note Off üzenetek helyes kiküldését. E két üzenet küldésére különösen ügyelnünk kell, ha MIDI eszközökkel foglalkozunk a Max for Life-ban. Az egész patchre ránézve észrevesszük, hogy kevés kábel van. Ez a send-receive objektpárok miatt van, amelyek lehetővé teszik a kábel nélküli üzenet továbbítást. Nagyon hasznosak, mert könnyen olvashatóvá teszik a patchet, ami főleg a bugok keresésénél igencsak kívánatos. Ha segítséget kérünk például egy fórumon, biztosan hamarabb kapunk megoldást, ha szépen, rendezett formában adjuk közre a kódot. Rendben, most nézzünk a zenei példákat. Elsőnek nézzünk dobszekvenciákat. Itt általában a fel és a letranszponált szekvenciákkal sokat lehet kísérletezni, illetve nagy hasznunkra lehetnek a különböző metrikai beállítások.
A következő példában több vonal zajlik egyszerre, ehhez persze polifon pluginre van szükség. Elég jól és viszonylag gyorsan le lehet programozni ehhez hasonló mintázatokat, ami ennek a step sequencernek nagy előnye. Ebben a példában a hanghosszúságok és a valószínűségi érték kombinálásával véletlenszerű artikulációkat tudunk megvalósítani. Természetesen mindezt bármikor fel is tudjuk venni. Ehhez létre kell hoznunk annyi midi sávot, amennyit fel akarunk venni, a bemenetekhez beállítani azt a sávot, amelyiket fel akarjuk venni, és már indulhat is a felvétel. Thank you.
Ez volt tehát a Step Sequencer. Láthatjátok, hogy méltán híres. Remélem, sokatoknak megjött a kedve a használatához. Iratkozzatok fel az MBV YouTube csatornájára, és vigyázzatok magatokra. Örömteli patchelést mindenkinek, sziasztok!